Nagy volt a nyüzsgés a verseny megnyitója előtt a Pannóniában. Több mint 150 induló intézte a nevezést, és ismerkedett egymással, valamint a helyszínnel. A fiatal tehetségek mellett számos nemzetközileg is jegyzett, sakkozó is asztalhoz ült. A versenyre 11 országból érkeztek. 7 évig sakkoztam körülbelül, és anyám magyar, és azért ide jöttünk. Ahol lakok, Észak-Norvégiában, nincs annyi lehetőség ahhoz, hogy sakkozzak, nincs annyi verseny, de itt nagyon sok van, úgyhogy gondoltuk, hogy mikor már itt vagyunk Magyarországon, akkor itt sakkozzak egy pár versenyt. A megnyitón a főszervező Fáncsi Imre elmondta, két csoportban játsszák le a mérkőzéseket, és örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már 18. alkalommal sikerült megszervezni a 4 napos viadalt. Örülünk neki, hogy ez most már hagyományosan minden évben egészen biztos, hogy megrendezésre kerül. 9 évig apukám szervezte, a következő 9 évet már én szerveztem, és mindig ez a 150-160-170 fő összejön. Egyszer volt 203, de az már túl sok is volt itt a Pannónia Kulturális Központnak, és úgy néz ki, hogy nagyon szeretik a sakkozók, és minden évben visszajönnek. A város nevében a Humán Bizottság elnöke köszöntötte a sportolókat, Bálint Sándor jó versenyt kívánt, és kérte a jelenlévőket, hogy fedezzék fel a település szépségeit, és használják ki az ingyenes strandbelépőket, amit az önkormányzat biztosított. Köszöntötte a jelenlévőket a névadó szponzor korábbi vezérigazgatója, és a megyei sakkszövetség elnöke is. Az erősebb csoport mérkőzéseinek lépéseit az érdeklődők az interneten is megtekinthetik.